Hát hogyan vészelték át a kollégái a tegnapi napot? Nyilván készültek rá. A légkondicionál a berendezések ugye a hőérzetre mindenképpen megoldást kínálnak, de hát az ügyfél elégedettség már az egy más kérdés. Mennyire tudták tartani például a kiérkezési időket, és egyáltalán milyen visszajelzések érkeztek? Hát ez a helyzet, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban már ízelítőt kaptunk abból, hogy ez a rengeteg sávlezárás a különböző felújításoknak a folyamatos rendszertelensége miatt, már rendszertelenséget azért arra értem, hogy igazából össze-vissza zárnak le különböző forgalmi sávokat, tehát nem igazán lehet rá készülni. Az egyik nap még ott át lehet haladni, másik nap már azzal találkozik az ember, hogy ott hirtelen történik valami. Hát erre már hetek óta, hónapok óta érezhetően hogy lehetett számítani, hogy ez egyre rosszabb lesz. Most a tegnapi budai rakpartnak a részleges lezárása egy olyan szakaszon történik, és történt, ami tulajdonképpen nem tudja azt a forgalmat átívelni és átvenni sehol, hiszen a fő utcára az amúgy is egy sávra, hiszen korábban másfél-két évvel ezelőtt a fő utcát leszűkítették egy sávra. Ott régen volt egy buszsáv, egy forgalmi sávval, ez valamilyen módon a közösségi közlekedést és a taxiton haladását biztosította. Abból biciklisávot csináltak, tulajdonképpen azóta a fő utcában folyamatos a dugó. Erre az egy sávra ráterhelni a rakpartnak a forgalmát, hát lássuk be, hogy szakmailag hát az, hogy indokolt, azt tudatosan fogalmaznám, nem tudja átvállalni, és nem tudja megoldani. Ebből aztán az lett, hogy ugye mind a két irányból ezt a szakaszt fölvitték a felső rakpartra, tehát az Attila útra és a Várkert előtti Alagút utcába próbálják, a Láncid utcára próbálják ezt a forgalmat átrakni. Lehetetlen. Lehetetlen, hiszen a Szél-Kálmán tér amúgy is terhelt, a budai rész amúgy is terhelt, tehát tulajdonképpen egy folyamatos dugóval találkoztak az utasok, a taxiszolgáltatók, és meg annyian, akik tulajdonképpen ezeket a forgalmi sávokat használják, a közösségi közlekedés részvevői is. Emellett még buszok, villamosok, hogyha hirtelen történik valami, és tegnap történt is nem egy ilyen eset a városban, hogy ütköztek villamos buszokkal, igaz, hogy más kerületekben, de mégis akkora dugót okoztak a városnak, hogy az begyűrűzik és generál egy következő dugót. Tehát tulajdonképpen elérkeztünk tegnap odáig, hogy tegnap én óvatosan úgy fogalmaztam, hogy Buda elveszett, délután már Pest is. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy elérkeztünk a kapacitás végére, hogyha ez tovább így folytatódik, akkor tulajdonképpen hát a nyári időszak a jellemző volt, hogy amikor vége van a tanévnek, akkor tulajdonképpen fellélegzik a város, de ezt tegnap nem éreztük. És hogyha igazok az ígéretek, hogy körülbelül 2 hónapig fog csak tartani ennek a rakpartnak a lezárása, az sem igazán pozitív hír, hiszen augusztus elején kezdődik a Sziget Fesztivál, amire tudjuk, hogy napi szinten akár 100 000 látogató is elérkezik az óbudai területre. Hogy milyen módon fogják megközelíteni, nem csak a taxik, hanem egyáltalán a látogatók, a vendégek, a szigetet, ezt most még senki nem tudja megmondani. Azzal gondolkodom, hogy van-e még párhuzamos hátsó, illetve feljebb szóba jöhető, egy az Attila úttól távolabb eső résznél szóba jöhető alternatív útvonal, de hát önök nyilván gondoltak rá, és vagy vélhetően minden számításba került a kollégák részéről. Amikor felhívják önöket, akkor most már alapvetően itt tájékoztatják az utasokat, hogy
mondjuk plusz fél órát mindenképpen számoljon rá, vagy hogyan változott az önök élete mondjuk az ügyfelekkel való kommunikáció tekintetében a folyamatos és egyre sűrűsödő lezárások óta? Hát az első időszakban azon találkoztunk, hogy egyetem nem tudtuk megközelíteni sokszor azokat a címeket, ahol az utasok mondjuk több autót kértek. Tehát van egy kapacitás egy kerületen belül, egy szabad autókapacitás, ez így működött az elmúlt 100 évben, és minden nagyvárosban úgy működik, hogy tulajdonképpen van egy megrendelő igény, és ahhoz képest a szolgáltatók kiszolgálják az igényeket. Most eddig ez így működött, és ezzel nem is volt gond, mindig voltak csúcsidőszakok és csúcsidőn kívüli időszakok, amikor kicsit többet kellett várni csúcsidőszakban ezekre a szolgáltatókra, és nem csak taxiról beszélünk, hanem fodrász étterembe hiába szeretne bemenni karácsonykor vagy szilveszterkor mindenki, hogyha egyszerűen nincs nyitva. Tehát ezek az időszakok azért léteztek. Az a baj, hogy most már ezek az időszakok kitolódtak, és egyre több a csúcsidőszak, és most már mi sem tudjuk azt, hogy tulajdonképpen meddig tartanak. Tehát abban szembesülünk, hogy vagy szerencsénk van aznap, vagy abban az órában, abban a kerületben, vagy nem. Megnövekedtek az utazási időszakok, tehát az idő megnövekedett. Megnövekedett az, amikor kiérkezik a taxi, sokszor nem várják meg az utasok, mert egyszerűen hát elfogadható, hogy hozzászoktak, hogy 5-10 percen belül kapnak autót, most sokszor erre 15-20 percet várni kell. Most képzeljük el, hogyha valaki az utolsó pillanatban rendeli meg az autót, ha sikerül neki akár applikáció vagy telefonon fölhívni a fuval szervezőt és felveszi, akkor onnantól kezdve egy 20-25 percet, hát várni az órára, vagy a repülőjét kési el, vagy a vonatot, vagy bármilyen egyéb eseményt, indulatos lesz, ideges, megpróbálja ezt megoldani más módon, nem tudja, mert hiszen hiába próbálja a saját autójával, vagy a családtagját megkéri, hogy akkor vigye ki, vagy vigyel erre az eseményre, egyszerűen a dugóval fog találkozni. Hát egyre nagyobb a feszültség, egyre több az indulat, nem véletlenül vannak azok, hogy a közösségi oldalakon látható az, hogy milyen módon jelenik meg az embereken a feszültség, próbálják ott levezetni és bíráskodni. Tehát, én azt gondolom, hogy ez egy kicsit túlmegy mindenem. Tudomásul kell venni, hogy közel 38%-kal ezt pontosan a gépjármű importőrök szövetségének a honlapján olvastam. 38%-kal emelkedett 12 év alatt a gépjárművek száma az országban. Közel 4 millió jármű van. Tehát az utak nem bővültek, a lehetőségek adottak, kevesebb a forgalmi sáv. Ezeket az indokolatlan lezárásokat kellene megszüntetni. Valamelyest segíteni, nem oldaná meg persze a problémát, de legalább valamelyen módon segítene a közlekedésben. Még talán egy gyors kérdésre és válaszra van idő, mégpedig ami a műszakok struktúráját illeti. Elképzelhetőnek tartja, hogy pontosan amire ön is utalt, azért, mert vannak olyan időszakok, amikor már fizikai képtelenség taxihoz jutni, illetve eljutni A-ból a B-be taxival. Elképzelhetőnek tartja, hogy szükségük lehet majd átgondolni azt, hogy mettől meddig tart egy utasszállításban érdekelt vállalkozónak vagy munkatársnak a munkaideje, mert hiszen lesznek olyan időszakok, már most is vannak, ahol hiába állnak rendelkezésre olyan sokan, ha egyszer a töredékük tud csak utast felvenni. Az a helyzet, hogy vállalkozások vannak a taxiszolgáltatások mögött. A vállalkozás azért működik, mert pénzt szeretne keresni. Tehát én azt gondolom, hogy, és ez egy teljesen normális dolog, tehát a taxisok azok kijönnek akkor dolgozni, amikor erre van igény, nem akkor jönnek ki, amikor esetleg hajnalba vagy éjszaka kevesebben utaznak, és nincs igény, akkor azért nem nincsenek olyan nagy száma az utcán. Persze, hogy szeretne mindenki dolgozni, tehát nem azért kevesebb, egy ilyen érzésünk az, hogy most kevesebb a taxi. Nincs kevesebb taxi. Tehát ez az 5000, most már kicsit több mint 5000 taxi képes lenne ellátni a szolgáltatási igényeket, de ugyanazon az úton tudjuk mi is megközelíteni a megrendelőket.
amit általában mindenki igénybe vesz. Vannak kerülő utak, vannak buszsávok, amik azért ezeken a helyeken a lehetőséget biztosítanak a gyorsabb haladásra, de mindenhol nincsen. Tehát nekünk is be kell állni a sorba, mi sem szabálytalankodunk, mi is megvárjuk, amíg lehetőségünk van áthaladni egy csomóponton, mint minden autósnak. Ez idő, és ez tulajdonképpen ez jellemzi azt, hogy egyszerűen nincs annyi. Nem tudunk mi sem odaérni mindenhova időbe.